Üdvözlünk titeket a Tiki-Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, akik újjászülettek ebben az idényben. 10. Christopher Zakariasen. A Transfermarkt adatai szerint 1,5 millió eurót fizetett a Fradi Christopher Zakariasenért a norvég Rosenborgnak 2021 nyarán. A belső középpályás úgy érkezett meg Budapestre, hogy frissen debütálta a norvég válogatottban egy görögök elleni meccsen, amelyen többek közt Martin Ødegaard és Erling Haaland társaként futott ki a pályára a kezdő 11 tagjaként. Nagy fogásnak tűnt, egyből a kezdőben találta magát a Fradiban is, de az igazat megvalva egy évig vakargatták a fejüket a klub szurkolói, hogy mitől olyan különleges ez a Zakariasen gyerek. Igaz, a Tököl ellen 7-0-ra megnyert kupameccsen villogott, 2 gólt és 1 gólpasszt is jegyzett, de az volt a leg-leg teljesítménye az első ferencvárosi idényében. Még egyszer, a Tököl ellen. Aztán tavaly nyáron valójában megérkezett Christopher Zakariasen az Üllői útra, és a legmagasabb szinten a nemzetközi porondon is húzó emberré vált. Még a BL selejtezőkön a Slovan Bratislava elleni mindkét meccsen gólt szerzett, az Európa Liga csoportkörében a Crvena Zvezda kapuját is 2 góllal terhelte meg, de ami a legfontosabb, a Monaco elleni hazai meccsen ő jegyezte a döntetlent, egyúttal csoport elsőséget érő találatot. Mindent egybevetve Zakariasen középpályás létére 33 meccsen már 12 gólt számlál az idényben. Igen, ezt várták tőle, amikor 2 éve leigazolták. 9. Szoboszlai Dominik. Amióta 2017-ben a The Guardian felsorolta Szoboszlai Dominik nevét a világ 60 legnagyobb futballtehetsége között, mások mellett Vinicius Junior és Jadon Sancho társaságában, gyakorlatilag magán cipeli azt a terhet, amely alatt az elmúlt 20 évben az összes tehetségünk összerogyott, akibe a következő magyar világsztárt látta bele a közvélemény. Az elmúlt 2 évben, amióta Szoboszlai a Lipcse játékosa lett, ő is botladozott a vállaira nehezedő súly alatt. Nem indult könnyen a németországi pályafutása, az első fél évében sérülés miatt egyetlen meccsen sem szerepelt, utána pedig a csapat hektikus szereplése edzőváltások dominóját indította el. A jelenlegi tréner Marco Rose már a 4. vezetőedző, akivel Szoboszlai kezet rázhatott a lipcsei öltözőben, és kétségkívül az ő irányítása alatt hozza a legjobb formáját a 22 éves középpályás. Szoboszlai mostanra lényegében kihagyhatatlan lett a Lipcsében, 34 meccsen 5 gólt és 13 gólpassz számlál, ebből is látszik, hogy főleg az előkészítésben jeleskedik. Plusz adaléke ez, hogy Szoboszlai vezeti a várható gólpasszok rangsorát a Bundesligában. Nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtóban már a Chelsea-vel is összeboronálták. A londoni klub érdeklődését Fabrizio Romano is megerősítette, már pedig amit az olasz transferguru validál, az általában igaz. 8. Kepa Arrizabalaga. A világ legdrágább kapusa gyakorlatilag 2 évig a kispadot koptatta a Chelsea-ben. Kepa Arrizabalaga 2018 nyarán 80 millió euróért szerződött az Athletic Bilbao-tól a londoni klubba, és ezzel Gianluigi Buffon 2001 óta fennálló kapus világrekordját adta át a múltnak. Csak hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Kepa ugyanis nem igazolta teljesítménnyel a hírnevét, aminek következtében a 2020-21-es idényre kikerült a kezdőből, a piaci értéke pedig 15 millió euróig olvadt el. A mostani idényben aztán Kepa a 2020-ban a helyére igazolt Eduard Mendy sérülése miatt új esélyt kapott, szeptember óta újra ő áll a Chelsea kapujában, és él az eséllyel. 18 Premier League meccsen mindössze 14 gólt kapott, 8-szor lehúzta a rolót, és a kapujára érkező lövések 80%-át kivédte. Ez utóbbi statisztika egyébként a legjobb a Premier League jelenleg zajló idényében. A spanyol lassanként tehát bűnbocsánatot nyer, és egyre nagyobb kérdés, hogy mi történik majd, amikor Mendy felépül a válsérüléséből, hiszen a szenegáli addig remekül védett, és főszereplője volt a klub 2021-ben aratott Bajnokok Ligája győzelmének is. De ő csak 24 millióba került, amikor megvették a rendtől, Kepa 80 milliójának pedig még meg kellene térülnie. 7. Granit Xhaka. 1-2 éve még amiatt zengett a sajtó, hogy egy Crystal Palace elleni meccsen, miután Granit Xhakát lecserélték, és ezt néhány Arsenal szurkoló tapsviharral nyugtázta, a svájci középpályás gúnyosan mutogatott és beszólt a nézőknek, majd levette a mezét, és beviharzott az öltözőbe. Az Arsenal az esetet követően el is vette a csapatkapitányi karszalakot Xhakától, ami jelenleg Martin Ødegaard karján feszít, de épp a mostani idény a bizonyítéka annak, hogy a svájci igazi vezér, karszalaggal vagy anélkül. Vírusként terjedt a videó az interneten, amikor januárban a Tottenham elleni derbi előtt Xhaka nyújtás közben tartott érzelmektől fűtött motivációs beszédet a társainak. Mi lett az eredménye?
2-0-ás győzelem és egy újabb fontos lépés a bajnoki cím felé, amelyre 2004 óta várnak az Arsenalnál. A 30 éves játékos a szezon összes eddigi Premier League meccsén játszott, a 3 gólja és 5 gólpassza pedig nem fejezi ki eléggé a jelentőségét. Mikel Arteta ebben az idényben változtatott a szerepén. Xhaka igazi box-to-box középpályás lett, aki az összes fűszálat letapossa a pályán, védekezésben és támadásban egyaránt fontos szerepe van. Egy tavaly novemberi statisztika szerint átlagosan több mint 11 kilométert futott az Arsenal meccsein, amivel élen járt ebben a mutatóban a csapatban. Az ágyúsok robognak a bajnoki cím felé, és Granit Xhaka a motorjuk. 6. Danilo. Kevés pozitívum van a Juventus jelenlegi idényében, hiszen a klubot 15 pontos levonással sújtották pénzügyi manipuláció miatt. Lemondott a teljes vezérkar, a válság tehát morális, szakmai és anyagi egyszerre. Mégis minden rosszban van valami jó, ami a Juventus esetében most feltétlenül Danilo. A brazil jobb hátvéd, aki megfordult a Real Madridban is, 2019 nyarán költözött Torinóba a Manchester City-től, ahová átellenesen João Cancelo mozgott a helyére. Azon a nyáron nagy terveket szövögettek a Juvénál. Cristiano Ronaldo a második idényét kezdte a klubnál, Danilo mellett pedig Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey és Adrien Rabiot is érkezett többek között. Közülük egyértelműen a brazil keltette azóta a legkisebb feltűnést a médiában, noha a jelenlegi idényben bizalmi emberévé vált Massimiliano Allegrinek, aki a csapat kapitányává is megtette a brazilt. Danilo meccsenként 2,3 szerelést átlagol az idényben, először van ebben a mutatóban 2 felett, amióta a Juventusban játszik, emellett a meccsenként leadott 55 passzával a csapat legaktívabb játékosa, a 3-3 gólja és gólpassza pedig már most a legeredményesebb olaszországi szezonját eredményezi, pedig még nincs is vége. A legbeszédesebb persze az, hogy Danilo lépett a pályára a legtöbb meccsen az idényben a keret összes játékosa közül. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. 5. Miguel Almirón. Nehéz gyerekkora volt Miguel Almironnak, akinek az apja biztonsági őr, az anyja bolti eladó volt, és olyan kicsi lakásban laktak, hogy 18 éves koráig osztozott a hálószobáján az anyjával. A múltbeli kitérő azért fontos, hogy lássuk, honnan indult a paraguayi támadó, aki nem adja fel egy könnyen. A futball kitörési lehetőség volt számára, és 2019. januárjában eljutott a Premier League-be. A Newcastle United 21 millió fontot fizetett érte, ami akkor klubrekord volt, és egyúttal MLS csúcsa az Atalanta United-től érkező játékosért. Mesebeli történet, a média pedig egyből Santiago Muñezhez hasonlította, a Gold című film képzeletbeli mexikói karakteréhez, aki Newcastle-ben jutott fel a csúcsra. A valóság azonban sosem olyan, mint egy film. Almirón az első fél évében 10 meccsen egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben, és a rákövetkező 3 teljes idényében sem váltotta meg a világot. Nem lett a valódi Muñez, akit a Real Madrid csábít el. De a mostani évadra Almiront, mintha kicserélték volna. 25 bajnokin már 11 gólja van, ami azért nagy szó, mert a mostanit megelőző 4 idényében összesen csupán 9 találatot ért el. Októberben megválasztották a hónap játékosának is a Premier League-ben, nem mellesleg a hónap legszebb gólja is az övé lett, amit a Fulham elleni gyönyörű kapás góljával értemelt ki. Csoda-e, hogy a Newcastle februárban 3,5 évvel meghosszabbította Almirón szerződését, aki egyébként a klub házi gólkirálya az idényben. 4. Erik-Maxim Choupo-Moting. Amikor tavaly nyáron Robert Lewandowski az elmúlt 7 idény mindegyikében 40 gól felett termelő lengyel sztár faképnél hagyta a Bayern Münchent, senki sem gondolta volna, hogy házon belül van a megoldás a pótlására. Erik-Maxim Choupo-Moting 2020-ban szerződött a PSG-től a bajorokhoz, akik ugyanazt a szerepet szánták neki, amit korábban Párizsban is kapott. Olykor tehermentesítse a sztárokat, de egyébként ne nyafogjon, ha a szezon nagy részét a kispadon tölti. Choupo-Moting pedig 2 éven át egy zokszó nélkül ott volt Lewandowski árnyékában. Aztán, amikor a lengyel elment és érkezett Sadio Mané a támadósorba, aki nem kifejezett középcsatár, Julian Nagelsmann eleinte vérbeli befejező csatár nélkül próbálta játszatni a Bayern. Ez néhány meccs erejéig működött is, de hamar kiderült, hogy így hosszabb távon döcögni fog a szekér. Októberben jött el Choupo-Moting ideje, aki mellékszereplőből hirtelen főszereplővé lépett elő, és élt a bizalommal. A kameruni a Bundesligában egy Freiburg elleni meccsen volt először kezdő, és egyből gólt lőtt. Mi több, az első 4 bajnokián a kezdőben összesen 5 gólt szerzett. A 33 éves csatár jelenleg 26 mérkőzésen 17 gólt számlál,
Ami mondanunk sem kell, már is karriercsúcs. Márciusban be is jelentette a Bayern, hogy 2024-ig szóló új szerződést kötött Choupo-Moting-gal, amire a játékos kétségkívül rászolgált. Harmadik, Mario Rui. Általánosságban elmondható, hogy a balhátvédekről kevés szó esik, és az is biztos, hogyha a Napoli idén beteljesíti a sorsát, azaz 1990 óta először újra olasz bajnok lesz, akkor nem Mario Rui fog a legtöbbet szerepelni a hírekben. Pedig a portugál balhátvéd a szárnyaló nápolyi csapat egyik legjobbja ebben az idényben. A már 31 éves játékos mindössze 12-szer szerepelt a portugál válogatottban, ami mindent elmond a karrierjéről. Mindvégig ott volt a tűz közelében, de sosem osztották rá a főszerepet. Klubszinten 2016-ban a Róma lett az első igazán nagy csapata, de ott sosem kapott sok lehetőséget. Végül a Napoliban kötött ki, ahol sokáig szintén nem számított stabil kezdőnek. Jelenleg viszont Luciano Spalletti csapatának egyik legfontosabb alakja, amit a legjobban az bizonyít, hogy a Napoli ebben az idényben mindössze 4 vereséget szenvedett el az összes tétmeccset figyelembe véve, 2-t a Szériában, 1-et a BL-ben és 1-et a kupában. A közös bennük pedig az, hogy Mario Rui egyiken sem játszott. A többin, amin igen, a nápolyakat nem lehetett két vára fektetni. Ami pedig az egyéni mutatókat illeti, Rui a bajnokságban kiosztott 6 gólpasszával, meccsenkénti 2,3 kulcspasszával és 65,4 passzával is ott van a top 10-ben. Igazi, meg nem énekelt hős. Második, Antoine Griezmann. Még mindig úgy él az emlékezetünkben Antoine Griezmann, mint a csatár, aki 5 éven át az Atletico Madrid első számú gólvágójának számított, mialatt ezüstérmes volt az együttes a BL-ben és megnyerte az Európa Ligát. Ez azonban mintha egy másik életben történt volna, mert Griezmann 2019-ben a Barcelonához igazolt, és gyakorlatilag megszűnt annak a csatárnak lenni, aki addig volt. Az egy dolog, hogy a katalán fővárosban nem találta meg a számításait, elvégre nem ő az első és nem is az utolsó, akinek egy klubváltás nem jött be, csak hogy az Atletico-ban sem találta az elveszett formáját, amikor 2 év után visszatért. Az előző idényben Griezmann 26 bajnoki mindössze 3 gólt szerzett Diego Simeone csapatában, és még az érte korábban annyira lelkesedő madridi szurkolók is kikezdték mondván, ez bizony kevés volt. A mostani szezonban viszont éledezik a Griezmannban lakozó zseni, ráadásul sokoldalúbb, mint valaha. Az előző év végén a katari VB-n a döntőig menetelt francia válogatottban a kivételes védőmunkájával hívta fel magára a figyelmet, ami mellett úgy osztogatta a kulcspasszokat, mint a legjobb irányítók. Az Atletico-ban is jeleskedik az előkészítésben, hiszen 35 meccsen 11 gólpassza van, míg a 9 találata azt mutatja, hogy a góllövő cipőjét is megtalálta. Ezzel pedig összességében a csapat legjobbja. Újra. Első, Marcus Rashford. Manchester szülötte, a Manchester United neveltje. Marcus Rashford az a hős, akire régóta vártak a vörös ördögök szurkolói, ráadásul szenzációsan mutatkozott be a csapatban 2016. februárjában a dán Midtjylland elleni Európa Liga meccsen, amelyen 18 éves első bálozóként rögtön 2 gólt szerzett. Attól a pillanattól hihetetlenül magasan volt a léc, amelyet Rashford az elmúlt 7 évben nem mindig tudott átugrani. Mostanra 25 évesen Kylian Mbappé és Erling Haaland mellett kellene őt emlegetnünk, mint a világ egyik legjobb támadóját, de különösen a Manchester United házatáján tapasztalt fejetlenség miatt nem ott tart, ahol tarthatna. Erik ten Hag már az 5. vezetőedző, akivel dolga van az Old Traffordon, és a holland tréner kezei alatt Rashford egészen megtátosodott. 40 meccsen ugyanis 27 gólt és 9 gólpasszt jegyez, ezzel már is karrierje legeredményesebb idényét futja, és hol van még a vége? Rashford a jelenlegi formája alapján megállíthatatlan. Bármikor képes kreatívan futballozni a támadó harmadban, néha egészen őrült dolgokat művel, mondta róla ten Hag nemrég. Az Európa Ligában a Barcelona elleni első meccsen nyújtott teljesítménye, gólja és gólpassza után a komplett európai szaksajtó ódákat zengett a játékáról, vagyis minden jel arra utal, hogy Rashford végre kezdi beteljesíteni a sorsát. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Ha van olyan játékos, akinek szerintetek helye lett volna ezen a listán, akkor azt írjátok meg a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.